A napsütéses időben csak a szél zavarta a rendezvényt, a sárkányeregető általános iskolásoknak viszont jól jött a kelleténél erősebb légmozgás. A hatodikos Krizsán Csongor papírsárkányt röptetett. Hát először megcsináljuk a vázát neki. Miből? Hát ilyen nádból. Utána ráviszik ilyen, hát csomagoló papír szérűség, utána a tetején kivezetünk egy zsinórt, az lesz a vezetője, utána végre kötünk egy farkot és kész. A magyar kanizsai szervezők Péter Béla nyugalmazott műszaki tanár előtt tisztelektek, aki a múlt század 60-as éveinek második felétől oktatta diákjait a modellkészítésre. Néhányal közülük személyesen is kezet rázhatott a bemutatón. Főleg kézi munkákból álló munkákat készítettünk. A mai világban pedig, amint látjuk is itt a kiállításon, nagyon sok gyári munkák vannak, főleg autók, de azokkal is sok munka van. Azok a régi modellezők, akik nálam kezdték annak idején, továbbfejlődtek, úgyhogy már nem is tudok hozzászólni ezekhez az új gépekhez. A rendezvény megálmodója és főszervezője Csikós Ferenc magyar kanizsai modellező volt. Megítélése szerint a rendezvény jól sikerült, csak a légi bemutatók elmaradását sajnálta. Lett volna itt ilyen hidroplánunk, ami az entai kollégáknak, amit a vízre engedtek volna föl repülőgép, de sajnos nem bírják, mert fúj a szél is akkor, nem olyan stabilak. Meg a helikopterek ugyanúgy nem bírnak a levegőbe repülni. Egy drón állítólag van, amit majd megpróbálunk felengedni, de várjuk, hogy mit mond a kollega rá, hogy mer vagy nem mer vele repülni azért, hogy... Mert, méghozzá többel is, úgyhogy a nézők a légijárművek bemutatójából is kaphattak ízelítőt. A rendezvényre a bizonytalan időjárás miatt a magyarországi vendégek nem jöttek el, így az érdeklődők a házigazda magyar kanizsaiak mellett az entai, adai, óbecsei és horgosi modellezők munkáit láthatták.